Szeretett testvéreim, az első tesszalonikai levél harmadik részénél tartunk, most az 5-től 8-ig terjedő verseket olvasom. Én tehát, mivel már nem győztem türelemmel, elküldtem hozzátok, hogy megtudjak valamit a ti hitetekről. Nem kísértette meg titeket a kísértő, és nem lette hiába valóvá mi fáradozásunk. Most azonban megjött tőletek Timóteus, és jó hírt hozott nekünk hitetekről és szeretetetekről, arról is, hogy szívesen emlékeztek ránk mindenkor, sőt látni szeretnétek minket, ahogyan mi is titeket. Így tehát minden bajunk és üldöztetésünk között megvigasztalottunk veletek kapcsolatban, testvéreim, a ti hitetek által. Mert egyszerre feléledünk, ha ti szilárdan álltok az Úrban. Kifejezi az apostol az örömét, hogy elküldtem hozzátok Timóteust, és aggódva küldtem, hogy vajon milyen állapotba talált titeket. És megjött tőletek, és öröm hírt hozott, hogy a gyülekezet erősödik, hogy megálltok a hitben, nem tántorodtatok meg az üldözések közepette sem, és azt mondja az apostol, hogy ez a ti állapototok, hogy friss a hitetek és ragaszkodásotok az Úrhoz és egymáshoz is, ott a gyülekezet épülésében, ez megelevenít bennünket. Azt mondja, életre kelünk, megelevenedünk, ha ti erősen, szilárdan álltok az Úrban. Ó, de jó dolog, testvéreim, amikor olyan híreket hallunk, hogy valahol ez a tűz, a hitnek, az ébredésnek a tüze beindult, és ez a másik területen élőket is fölvillanyozza, és erősíti. Úgyhogy jó nekünk itt ezen a helyen, Fóton is, mert érzékeljük a gyülekezet elevenedését, aztán érzékeljük a gödiek, ott ugye a három gyülekezet, a Szödliget, Felsőgöd, Alsógöd, ébredési dolgait, és ezek minden jó hír, miközben küzdik a mindennapjaikat, de újabb hitre jutások elevenítik a szívünket. És ugyanígy összetartunk a missziói mezőkön szolgálattevőkkel, meg más testvérekkel, jó, hogy az interneten át is lehet messengerezni, lehet telefonálni. Tarthatjuk a kapcsolatot, és így erősíthetjük egymást, és elevenedhetünk a hitben. Így ment végig az apostol azokon a munkamezőkön, és vissza-vissza látogatott, akkor nagy öröm volt, mert ugye ő volt a dajkájuk, ő indította a hitben el őket, és hát ahhoz, aki a megtérésünkben munkálkodik, nagyon ragaszkodunk. Nagy hála van a szívünkben, mert hát mint egy bába segít igazán élő hitre jutni. Így látjuk a tesszalonikaiakat, hogy az apostol ezzel a levéllel tovább bátorítja, erősíti őket, hírt ad önmagáról is, de az örömét is kifejezi, hogy nagyon nagy ajándék, mert így tud még inkább menni tovább és újabb gyülekezeteket alapítani, hogyha látja, hogy ahol elindult az élet, ott erősödik és nem lankad meg. Legyünk így egymás erősítésére, hogy a hitben megállunk, és az a másikat is emeli.
amikor csüggedne, vagy hol egyikünknek, hol másikunknak van szüksége arra, hogy egymás ide által erősödjünk meg.